Na sziasztok, Makan vagyok, ez egy újabb Die Roll 20-as epizód, amiben megcsinálom ugyanazt, mint egy előzőleg nem sikerült videóban, és hát nagyjából ugyanazt. Hát ugyanis én ezt a videót már felvettem egyszer, de valamit elrontottam a Bandicam beállításaiban, ugyanis megpróbáltam egy kicsit variálni, és hát arra jutottam, hogy nem szabad variálni, mert te nem fog sikerülni, amit szeretnél. Igen, az én hibám, mert nem csináltam előtte tesztfelvételt, úgy gondoltam, hogy jó lesz majd, ugyanis az a videókártya rásegítéssel akartam fölvenni videót a játékból, na hát ez nem sikerült, úgyhogy most visszaálltam arra az eredeti Bandicam beállításra, amit eddig használtam, és akkor így viszont tudja, hogy jó lesz a felvétel. Az volt abban igazából, hogy hang az ment tökéletesen, nem fasza volt, csak a kép ilyen 5 másodpercenként ugrott egy képkockát, és ott a napra készre, pont arra a helyre frissített rá, ahol épp a hang is tartott. De hát 5 másodpercenként egy képkockát ugrani az azért nem olyan jó dolog nézni sem, meg hát ilyen szart azt nem teszünk föl a YouTube-ra. Úgyhogy úgy gondoltam, hogy újra föl kell venni, max más is fogok a videóban csinálni, amit elterveztem, vagy egy picivel rövidebb lesz, de akkor főleg magyarázni fogok, meg akkor kicsit építkezni még. Na ugye a előző rész, ugye, ami kikerült a csatornára, az előző részben csináltam, ugye én ezt a timelapse-es kis témát, ugye, hogy megcsináltam én ezt a területet itt, hogy itt lehessen járkálni. Igen, igen, így van. Csak most már tegnap raktam bele liftet is, úgyhogy most már frankon fel tudok ide jönni. Nem ilyen fajta lift lesz benne, hanem majd rendesen a pneumatic craftos, ez most csak egy ilyen idéglenes megoldás. Aztán, ezt direkt nem magyarázom el, ugye ide is raktam, igen, ezt meg ugye láttátok még, mert ezt timelapse-be csináltam. Timelapse-ben nem volt benne, én ezt részen kívül csináltam meg magamnak, itt ezt a kis területet, ugyanis itt látjátok, hogy jól átrendeztem, mert itt volt egy fal, hát én ezt itt kiütöttem, és itt nagyon jó kis átrendeztem itt a területet, leraktam rengeteg centrifugát, és a centrifugákban, hogy lássam mi van beállítva, ugye centrifugálásra, fölé tettem egy ilyen kis Oakwood levelt, ez a neve, és abba pedig beleraktam azt a fajta kombot, amit éppen ledarál. Tehát ez most úgy van nekem beállítva, hogy 4 darab centrifuga nyomatja a Rocky kombot, de így is rengeteg van. Mondjuk már a 100, nem tudom hány ezret, azt már lecsökkentettük ennyire, szóval folyamatosan csökken a száma neki. Úgyhogy egyszer eljutunk arra a szintre, hogy nem lesz Rocky komb, ami ennyit tárolnék a rendszerben. Ugye itt van már több mint 500 000 honey drop, majdnem 600 000 beeswax is van, úgyhogy rengeteg mindenünk van. Ez a kettő, mind a petrolom, mind az olajkombot, ez a redstone, lapis, emerald, ez a... Na, ebben most segítsen, melló, kombi, diamond, ez a vas, arany, copper, tin, lead, silver, fog, nickel, meg certus, és tin, ez a tin, tine is shimmering. Na, itt ugye látjátok egy olyat, hogy certus komb, meg hogy melló komb, meg micsoda, ugyanis a tegnapi epizódban csináltam egy olyat, csak ugye ez nem került ki részbe. Közben megnézem, hogy minden jó, a helyén van, jó, szóval csináltam egy olyat, hogy elkezdtem, ugye, mivel ez az első 16 apiari, ami itt van, ez már megvan telve méhecskével, és mindegyik termeli nekem ugye a cuccat, ami szükséges, ugye csináltam én egy emeletet, ugye, ahogy ide le, ezzel lehet ezzel a lifttel feljutni, itt van ez az emelet, na most nekem itt összesen per pillanat egy darab méhecske dolgozik, ez nem más, mint a Quantum Queen. Én ezt most kiveszem, és megmutatom nektek, hogy ez mit is tud. Én ezt a tegnapi részben csináltam meg, de most fogjátok megtudni. Ez a tegnapi rész, ez a nem sikerült rész. Szóval ez a kvantum méhecske nekünk gyárt, ugye ezek a tulajdonságok mindegyikben ugyanazok, viszont nekünk, ami tökéletes, az gyárt ilyen mellókombot, certuszt és shimmeringet. És akkor elmondom, hogy a mellókombot, hogyha szétcentrifugáljuk, akkor... A honey dropot, beeswaxot nem mondom, mert az nem lényeg, az se lenne baj, ha nem dobná, de nether quartzot ad, a mellow comb. A certus comb, certus dust-ot ad, hogyha szétcentrifugáljuk, a shimmering comb pedig, vagy simmering, de a simmering az magyarul más jelent, úgyhogy shimmeringnek mondom. A shimmering comb az pedig ad nekünk ender dust-ot. Ezt a ender pearl-ből lehet csinálni, viszont másra nem nagyon lehet használni, ahogy láttam.
de majd valamire felhasználjuk azt is. Úgyhogy ez egy nagyon hasznos kis méhecske. Tehát ez volt az utolsó tagja, és már blabott is, ahogy visszaraktam. Tehát ez volt az utolsó tagja annak, hogy nem kell lemennem bányászni most már tényleg, mert ugye megvannak az érceim, megvannak a különböző égköveim, ugye az emerald, meg a gyémánt, a lapist is vagyok ide, meg a redstone-t is, akkor aztán ugye most már megvan a Certus Quartz, megvan a Nether Quartz, megvan a Glowstone, csak azt most nem tudom, hogy termeltetem-e valamivel amúgy. Ezen gondolkodom. Bár mondjuk minek, mert egy csomó van a rendszerben. Úgyhogy én ezt a videóban elkezdtem itt csinálni. Ezt arra ugye bekötni, beautomatizálni itt a dolgokat. Úgyhogy én ezt szerintem be is fogom most így fejezni. Van itt egy kis csel. Ugye látjátok, hogy itt fönt kábelezek, és majd ilyen fekédekkel fogom eltakarni, mert ugyanis itt ez végig ilyen fekéddel van lerakva, és itt kapcsolódik be, látjátok, itt kapcsolódik be a rendszer az egészbe, úgyhogy eléggé jól sikerült eldugni a kábelt, nem is fog látszani, be van kábelezve, csak majd szépen így egyesével át kell állítani majd mindegyiket, hogy mondjuk ezt most is megcsinálhatom, még így beszélek, és akkor addig legalább történik is. Na, nem akarja befogni, hogy ne always aktív. Nem, jobb klikken már nem jó, vagy mi? De hogy nem jó az. Igen, csak ez még ugye nincs ide kötve. Úgyhogy ezt itt pótoljuk, mert véletlenül úgy fog maradni, hogy nem lesz bekötve, és akkor csak nézek, hogy na, miért nem jön a cucc, így van, most már így jó, és akkor így szépen rájuk klikkelünk az összesre, ugye ez még nincs, de akkor előre be, és akkor csak majd hozzá kell kötni. Úgyhogy megvan a kvantum méhecske is, hogy akkor tényleg most már ne ezerről hülyeségről beszéljek, hanem arról, amiről szeretnék, és még ebben az epizódban szeretnék csinálni egy olyan méhecskét, ilyen a mágikus méhecskének, hát nem is, ja nem, a radioaktív méhecskét akarom, tényleg. Na, de jó, hogy eszembe jutott, és hirtelen nem tudtam, milyen méhecskét is szeretnék csinálni. Aztán most rájöttem, hogy de hát nekem kéne egy ilyen radioaktív méhecske, ami termeli nekünk az urániumot, vagy kell akkor a jellórium méhecske is akár. Úgyhogy ilyesmit szeretnék most csinálni. Igazából nagyon egyszerű lesz már, mert megvannak az alapméhek hozzá, hogy ez így létre tudjon jönni. Onnan, de jó, hogy átnézem, mert onnan hiányzott is egy ilyen cső. Úgyhogy ez így nagyon szerencsés volt most. Az alap köztes méhek, ez hülyén hangzik, de azok a méhek, amik szükségesek hozzá, ezek a keresztező méhek, azok már megvannak, és le is van ugye mentve mindegyiknek a tulajdonsága nekem, úgyhogy azokkal már nem lesz probléma, hogy azokat nem kell kikeresztezni, úgyhogy ez már gyorsan fog majd menni. Közben így ezt bekötjük árammal, sokkal egyszerűbb lenne, hogyha oda raknám a falra. Így, na áram az megvan. Ugye most már megvan a bekábelezés is, az áram. Most akkor jöhet az item conduit. Ugye ahol nincs dupla kábel, oda még nem raktam. Ilyen egyszerű a dolog. De mondjuk nyugodtan rakhatom így, opá, már mondjuk ilyet nem szerettem volna csinálni. Mindig ezt mindjárt leütjük innen. Jó. Igen, még ez az oldal nincs bekötve. Én meg még ez az oldal. És amint be van kötve, gyorsan átnézem, hogy mindenhol dupla kábel fut-e. De úgy nézem, hogy igen. És mindegyik kapcsolódik mindegyikhez, úgyhogy rárakhatjuk a fekédeket ezekre, és így szépen eltakarjuk az összes kábelt. Remélem van nálam annyi fekét, hogy ezt sikerül megvalósítani. És abszolút így nem is fog látszani a kábelezésünk, aminek én nagyon örülök, mert nem akarom tényleg, hogy most egy szép valamit szeretnék építeni. Amúgy hagynám így, mert engem nem zavar, de hát azért na, így azért csak jobban néz ki, hogy így el vannak tüntetve a kábelek. És akkor most már van újabb 16 darab, vagyis most már csak 15, ugye, mert az... Opa! Na, hova mentem? Ja, lefelé mentem, nem space nyomtam. Szóval 15 apiori, mert hogy az egyikben ugye van méhecske, amit újra föl lehet tölteni frankó méhecskékkel. Ugye akkor jöhet a radioaktív méhecske, ugye miért ne jöjjön. És akkor megnézzük mondjuk, hát akkor kezdjük el azt szerintem a radioaktív méhecskét. Megnézzük, hogy ahhoz mi kell.
be is írjuk a rendszerbe, hogy radioaktív itt is van. Hogy készülni kell hozzá? Nuclear Princess, van olyanunk? Mindjárt megnézzük, szerintem nincs amúgy. Nuclear, de mintha nem. Jó. És akkor nukleárhoz mi kell? A nukleár méhecske pedig az Unstable-ből, meg a Corrodedből lesz. Unstable, meg minthogyha lenne, így van. Unstable, meg egy valamilyen, ah, legyen a Corroded akkor, mert valamilyen fém drón kell hozzá, és akkor abból lesz a nukleár méhecske. Na hát ezt mi nagyon iszonyat gyorsan kikeresztezzük. Így van, megnézzük milyen tulajdonságai vannak, mert az Unstable-nél majdnem megdöglöttem. Effect Unstable. Jó, akkor ugyanaz, akkor nem szabad közel menni hozzá, mert meghalolok tőle. Hát akkor rakjuk bele ebbe mondjuk. Aha, aj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 . Na ezt mondtam, hiába van rajtam a ruha. Nézzétek, Apiarist Armor benne van, a Power Armorban mégis megdöglök tőle. Úgyhogy, mondjuk azt nem próbáltam még ki, mi van, hogyha fölveszem a ruhát. De direkt van nálam amúgy aranyalma, erőre gyártottam magamnak, mert látjátok, hogy mennyire leviszi az életem. De van Silky Wispem, igen, és akkor csinálok ruhát, úgy is akartam még. Silky Wisp, itt van, igen, még. Ki is vettük az összeset, és akkor amennyit tudunk ilyet csinálni, annyit csinálunk. Ugye 9 darab kell, szóval nem olyan sokat fogunk tudni csinálni. 21 darab vagy 22 kell egy ruhának a legyártásához, szerintem, ha jól emlékszem. Nem vagyok benne biztos, de most kivétel... Ja, de akkor nem tudok majd repülni. Majd ott akkor átvedlek, amint megcsinált annyi darabot belőle. De nekem most csak basszus, elfelejtettem beállítani. Ja jó, csak szétesőm van. Jó, szét is hullott. Hála az égnek, rá kell ültetni a Fertility 3-at, ugye? Ez már ilyen mindennapos dolog, ezt már jól tudjátok, hogy amint szétmegy egy méhecske első forgatásnál, szétesik, ugye akkor rögtön bele kell ültetni a Fertility 3-at. Na nézzük meg, hogy mit dob nekünk ez a radioaktív méhecske. Ez a radioaktív méhecske dob ilyen Boren kombot, amiből Bizvax meg Honey Drop lesz, az nem is annyira fontos nekünk. Inkább ez a radioaktív kombó, úgyhogy ezt megnézzük, hogyha lecentrifugáljuk, mit kapunk belőle. Ugye Bizvaxot, Honey Dropot és 50% eséllyel Crushed Uranium Ore-t. Ez a Crushed Uranium Ore azért jó, mert hogyha kiégetjük, rögtön kiégetjük, akkor Yellurium ingotot kapunk belőle. Vagy, hogyha ilyen termál centrifuge-ba tennénk bele, akkor kapnánk belőle 4 darab urániumot, ami azért elég durva, ha belegondoltok, hogy ilyen orvas plant. És akkor kaptok egy purified uranium ore-t, ez is ilyen IC-s cucc, és de még mire lehet használni? Igen, erre a 3-ra, vagy fel lehet olvasztani, és akkor egy yellow molten uranium ingotot kaptok. Hát szerintem legjobb, hogyha összeégetjük, mert IC-zni nem akarok, bár lehet, hogy szorok dragnak, hogy 4 urániumot dobam úgy, hogyha... Sőt, ez meg 5-5, úgyhogy meg 2. Az komoly. A vasinggal, a mosással, az szép. Na szóval, berakjuk a méhecskét. Ha nem rakjuk be... Várjál, mert össze be kell állítani, forgassa. És nem extract, hanem insert. És... Jó, nem így, és akkor így insert. És akkor így a távolból. Jó, oké. Ez most már szépen dolgozni fog nekem, adja majd a drónokat. Na, közben lehet, hogy legyártott már annyi ruhadarabot nekünk, 42-t kaptunk. Szerintem ebből pont kijön a 2, ha jól számolom. Először csak egyet csináljunk meg, mert az a tuti. Ugye egyszer van így, aztán jön a sapka, meg a csizma. Hát pont rosszul számoltam, ugyanis nem jön ki még egy teljes szett. Na mindegy, most ezt így levesszük. Igen, Dark, igen, a izé van, Night Vision van benne, és most így sötét lett, úgyhogy látjátok, hogy hol nincsen kivilágítva a hely, igazából nagyon minimális helyen van kivilágítva, és főleg itt lesz sötét. Ez teljesen sötét most. Vajon itt
És nézzétek meg, ebben a ruhában nem sebez. De ha átveszem a Power Armort, akkor meg sebez, mint az állat. Látod, milyen világos lett? Tessék, nincs benne akkor a ruha. Akkor miért írja nekem, hogy benne van a ruha? De ez tiszta bugos akkor. Próbáljuk meg belerakni valahogy, de hát nálam a ruha, és rámentem, és... Figyeljétek, itt van, benne van, Apirist Armor. És integrálva van bele. Most, hogyha így leveszem, de hiába van integrálva bele, mert... Például nem veszi el. Keybinds is, be se lehet állítani neki. Tinker. Vizuál. Az nem kell. Szóval hiába teszem bele, most install. Ja, várjál, itt van valami állítható cucc, amit nem lehet állítani. Aha! Értem, mert itt valami, itt bugos. Akkor ezért nem működik, mert nem lehet állítani az Apiarist Armornak. Aha, jó. Szóval akkor lenni kell nálam egy Apiarist Armornak, hogyha ki akarom venni ezt a szaros mélyecskét? Á, nem, nem. Nem játszunk ilyet. Ez így nem jó. Felmegyek, és akkor ugye lerakom a... Ja, kéne armor stand is, jól van. Olyanom meg nincs kettő, azt hiszem még. Mert azt nem gyártottam. Nem baj, addig forognak a méhecskék legalább. Hogy is kell azt csinálni? De elfelejtettem. Armor stand itt is van. Egy, kettő. Nagyon jó. És akkor megyünk. És akkor lerakjuk a kettőt, egyikre rápakoljuk a... Egyet ide, egyet ide, és akkor erre szépen felrakjuk az Apiarist ruhát, meg majd a másikra is felrakjuk az Apiarist ruhát. Jó. Itt ez a Rainmaker, ez azért van, hogyha esne az eső, akkor van nálam nem automata lett, hanem ilyen manuál. Mindig már nem játszunk annyian a szerveren, hogy megérje automatán üzemeltetni. Mert akkor érted, bárki bármikor följöhetett, most meg már azért nagyjából tudjuk, hogy mivel hárman vagyunk rajta, hogy esténként járunk följátszani. És azt nem tudom, most én ide jövök, és így jól meg fogok halni. De kivettem a méhecskét, úgyhogy így nem. 12 nukleár méhecske. Mondjuk az a kérdés, hogy ez amúgy mit termel? Kiveszek egyet, és akkor megnézzük. Ez mit ad amúgy ez a nukleár méhecske, mert meg sem néztem. Ja, csak ilyen barrenkombot, akkor ez még nem jó semmire. Megint ez is egy ilyen köztes méhecske. Remélem elsőre kiadta, király, elsőre kiadta a tulajdonságot, nagyon jó. Hát ekkora mákot. Hoppá, itt még ki is esett egy darab. Úgyhogy meg is fogjuk, és hogyha nem halok bele, akkor ezt átárítjuk extraktra. És széthullik a méhecske megint. Ja igen, most annak megnéztem a tulajdonságát, ezért ez már egy másik fajta méhecske. Szóval, ha ez most szétesik, akkor nekünk kapunk végre egy Nuclear Princess-t, amik a radioaktívhoz kell. De nagyon jó, mert megvan az elsőre kinyomta nekünk a nukleár tulajdonságot, ugye ez kell a radioaktívhoz? És akkor meg is lesz. Radioaktív Queen, nukleár, meg valami Shining. Igen, vagy arany, vagy Shining kell hozzá. Így van, széthullott, van drónunk, szarásik belőle, 13 azt hiszem, vagy mennyi. Úgyhogy kell nekünk egy aranyat termelő drón. Glittering, ó, van belőle. Direkt ezért forgattam egy kicsit tovább őket, hogy mindig legyen keresztezéshez belőle. És itt a radioaktív méhecske, ihi, király. Na de most az a kérdés, hogy a nukleár princeszt mire lehet még használni? Mert ugye lehet csinálni, viszont ezeket nem is adta ki. Például cia. Jaj, mert az jelórium kell. Aha. Van még olyanunk, hogy ez is radioaktív, meg ez is jelórium. Aha. Vagyis a nukleár, akkor most a radioaktív, nem is kell a nukleár méhecskéhez. Ó, az tök jó. Akkor kell csinálni egy nukleár princeszt. Sőt, van is. Nem, most, igen, most tettük el. Azt mondja, hogy nukleár princeszt akkor csinálunk. Kell egy template, amiben beleültetjük ezt a tulajdonságot. Megduplázzuk, meg kell egy Rocky Queen.
Rocky Princess pontosabban, sőt, akkor inkább 2-3, amiben beleültetjük majd ezt a tulajdonságot. De ezt már ezt is ismeritek. Közben én ezt... Aja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 j
szétessen. Oké, ezt közben megduplikáltuk. Beletesszük egy ilyen templétbe a nukleár tulajdonságot. És akkor szépen mi ráültetjük a Rocky Princessre. Ezt a feltételmet ide visszarakjuk. Ezt az üreset ide visszarakjuk. A nukleár tulajdonságot visszarakjuk. Mindent visszarakunk a helyére, rendet tartunk szigorúan. Még mindig nincs kész, azt hittem azért kicsit gyorsabban fogja csinálni, ugye változik a sebessége, attól függ milyen fajta méhecskét csinálsz vele. És akkor a nukleár mellé kell berakni egy frugált, azt hiszem frugál drón, általában van, aztán bőven. És akkor kapjuk meg a Yellorium méhecskét, így van Yellorium Queen, hát az király. Megvan, és akkor ezt is berakjuk majd ilyen széthullásra. Közben itt nekem, ja igen, a nukleáris méhecskét csinálja. Hát ez valószínű már széthull, igen, ebbe van-e, nincs-e. Van-e nekem még ilyen, az acsi van? Van. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2. Jó. Pont ennyi, én még egy helyen volt. Akkor ezt én itt szépen berakosgattam. Ide gyorsan. És akkor már meg is van a Yellurium méhecske is, meg van a radioaktív méhecske is. Úgyhogy tényleg, hát nagyon jó, nagyon tetszik. Most már lassan azért tényleg mindent megcsinálok, ami kell nekem, vagy ami kellhet nekem pontosabban. Ugye megint egy ugyanilyet csinálunk, hogy ajajajajajaj, ú, ez melyik volt? Ahogy beleraktam, már nyomatta is nekem, ez komoly. És akkor feltéti három tulajdonságot visszavesszük. Ez is megvan, két nukleár méhecske, Fertility 3-ot belerakjuk, radioaktívat belerakjuk. És akkor a nukleárt megnézzük, hogy mihez jó még. Hát ez nem az. Lehet olyat csinálni, hogyha lesz Yellurium drónom, hogy cianit méhecske, de szerintem van valami plutónium méhecske is, nem? Ugye megnézzük. Szerintem amúgy van. Blut? Így van. Van, hogy ne lenne. Ha, hülye kérdés. Plutonium Queen. Ez hogy készül? Yellorium és a cianidból. Jó. És ez mit termel nekünk? Hát mit termelne, ugye? Plutoniumot 1% eséllyel dob nekünk, és az is 25% eséllyel, és abból lesz egy plutonium dust, amit ha kégetünk, kapunk plutonium ingotot. Hát ez annyira nem szükséges nekünk, én úgy érzem. Úgyhogy ez a plutónium méhecske, ez kimaradhat a körből, meg a cianit is, ami nekünk fontos a Yellorium és a radioaktív, az uránium méhecske. Ezek nekem elég fontosak. Úgyhogy igen. Territory Average, ez nem is kell nekünk. Szerintem, igen, meg kiforogta magát ez a 2x3. Ezt bele is rakjuk, nem ide, hanem ide. És ajajaj, remélem nem fog fossá csípni a méhecske. Insert. Innen nem. Dehogy nem. Wow! Osztrohat. Majdnem meghaltam. Jújj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 
Sanya, köszönöm. És akkor ugyanígy a Fertility 3-at a Yellowriumba is berakjuk, innentől kezdve meg már csak a drónok kellenek, a tulajdonság, és akkor újra meg tudjuk csinálni ezekből is, ebből a kettő fajta méhecskéből is a szuper méhecskét. Na hát srácok, összegezzük, ugye megmutattam, hogy mit csináltam videón kívül, befejeztük a második emeleti, vagyis hát az első emeletet, de a második 16 darab industriál apjainak a beautomatizálását, megcsináltuk a radioaktív méhecskét, azt még majd ugye fejleszteni kell, de maga a méhecske az kész van, megcsináltuk a jelluriumos méhecskét, a kvantum méhecskét megmutattam, a nukleár méhecskét megcsináltuk, és abból is kivettük a tulajdonságot, úgyhogy az már úgy kész van. Ha, mi volt még?
Ja igen, nem, más nem volt, úgyhogy ennyi volt, úgyhogy most már csak tényleg a drónforgatás van nekem itt hátra. Gyorsan ide berakjuk, nem, először átállítjuk, hogy insert legyen, így. És innentől kezdve már csak a drónforgatás van hátra. Úgyhogy srácok, köszönöm, hogy megnéztétek ezt az epizódot. Ennyi lett volna, hogyha tetszett, akkor dobjatok rá egy lájkot, ha pedig szeretnétek, hogy legyen még Dire Wolf 20 epizód, akkor pedig iratkozzatok fel. Sziasztok!